A Kácsfalusi járás magyar kisebbségi önkormányzatának szervezésében 12 év után újra volt magyar est Kácsfaluban. A járásban élő magyarok aránya ismét elérte a 3%-ot, ezért idén újból joguk lett kisebbségi önkormányzatot alakítani, és ennek örömére szervezték meg a Kácsfalusi magyar estet, mely azelőtt hagyomány volt a faluban. A magyarság a kácsfalusi járásban csak szórványként van jelen, több mint egy évtizeddel ezelőtt számuk annyira lecsökkent, hogy már kisebbségi önkormányzatot sem állt jogukban alakítani. Több mint 12 év után a járásban élő magyarok aránya elérte a 3%-ot, ezért most ismét van önkormányzatuk. 12 év után újból jelen vagyunk, és ezzel szeretnénk összehozni magyarságunkat, hogy megmutassuk és továbbadjuk a kultúránkat, megőrizzük, átadjuk az ifjabb nemzetéknek. 12 évvel ezelőtt, mikor előtte szintén önkormányzatunk volt, akkor is volt magyar őszi est, két alkalommal tartottunk, de máskülönben mind a 4 éven keresztül jelen voltunk a járási napokban, és volt magyar program, magyar kultúrcsoportok léptek fel, általában sárokról is Magyarországról jöttek vendégeink, meg természetesen a baranyaszögi falvakból hívtunk vendégeket. A HMDK által vezetett testület most ismét felelevenítette a magyar estek hagyományát, amelyekre azelőtt rendszeresen sor került Kácsfaluban, melynek nevét a 13. században említik először. A török időkig kizárólag magyarok éltek itt, akik a veszedelem elől elmenekültek, helyükre a 18. században szerbeket és németeket telepítettek. Ma már többségében szerbek lakják a települést. A járásban mindössze 100 magyar él, de szinte a fele már nem beszéli a nyelvet. A szüleim bácskaiak, onnan származunk, öregbecsérű, és akkor 65-ben kijött a víz, kiöntött bennünket, akkor a föld véget, itt vettünk házat. Vannak talán egy 12 család, és a fiatalság az nem beszél magyarul, az a baj. Iskolában nem, én a szülők otthon elhorvátosodnak, és ez kicsit sajnos bajos. Ez a rendezvény, melyen felléptek az Újbezdáni Művelődési Egyesület szekciói, valamint a kiskőszegi Lilion táncsoport, talán hozzájárul ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, és egyre többen kezdik majd erősíteni nemzeti öntudatukat. Kicsit nehéz, mert nagyon kevesen vagyunk, és az emberek elhorvátosodtak, elszerbesödtek. Nagyon kevés magyar van, aki tényleg magyar, aki tud írni, olvasni, és természetesen beszélni. A Kácsfalusi Művelődési Házban megtartott rendezvényen részt vett Jankovics Róbert HMDK elnök, valamint Pálinkás Krisztián és Sipos Sándor alelnökök is. A rendezvényt a horvátországi magyarok demokratikus közössége támogatta.